Sziasztok! Kérdés vagyok. Én pedig Liza. Ez itt az a Endel Mukbang Channel. Ebben a mai videóban nem mukbangot fogunk készíteni, hanem vlog videót. Igen, és ellátogattunk a British Múzeumba, és azt fogjuk nektek bemutatni. Igen. Illetve lesz egy rövid videó, ahol megmutatjuk a Pelikán valami seafood restaurantban, amit ettünk, nagyon finom volt. Igen. Remélem, hogy tetszeni fog ez a videó nektek, szóval kezdjük is el. Igen. Itt vagyunk a British Museumban, és itt az első teremben dél-amerikai története van. Nagyon jó, nézzétek meg. Próbálom kikerülni, mert itt van egy nagy gyerekcsoport, azokat nem akarom. Nézzétek meg. Akkor mindjárt menjünk a következő terembe. Még mindig az első terem. Most megyünk az afrikai részre. Várjunk, mindjárt elmennek a gyertőcök. Okay. Itt vagyunk Afrikában. Nem fogom tudni az egész múzeumot megmutatni, ez már biztos. Hát nem leszek mindent lefotózott. Te csinálj fotókat, én megcsinálom a videót. Igen, hát egyértelmű. A legszebbeket légy szíves. Itt van egy nagyon jó, néz. Itt ezt az akasztott embert, már légy szíves fotót. Ezt az akasztott embert légy szíves. Ez biztos lefotózná. Nézzétek meg, ott van egy ilyen fa. Próbálok nem túl hosszú lenni, mert nagyon-nagyon sok részből áll, és nem akarok kilométeres videót csinálni, de ezért próbálok mindent átadni nektek, szóval így mindenből kaptok majd egy kicsikét, és nem sokára folytatok. Minden igaz, akkor most vagyunk éppen Ausztráliában. Még mindig Angliában vagyunk. Nem! Úgy! Hanem a terem! Ott meg szerintem Óceánia, Ausztrália. Nagyon jó ez a múzeum egyébként, és ráadásul, ha hiszitek, ha nem, arra már voltunk. Ha hiszitek, hanem ez egy ingyenes. Annyi, hogy be kell jelentkezni, időpontot foglalni, de amúgy ingyenes. Itt vagyunk Dél-Ázsia, Kínában. Nagyon, nagyon. Nem mutatok meg minden, gyertek el és nézzétek meg ti is. Mert túl hosszú lenne akkor a videó. Hogyha mindent meg akarnék mutatni nektek. Itt van India például. Hú, ez a szoba, ez fényképez le, légy szíves. Valami éjszakai virág, vagy ilyesmi. Thrill. Ja, igen. Ja, igen. Itt az az Isten. Mindjárt itt lesz. India ez még mindig. Ugye az ő egyik istenünk. Aki ugye ki. És a izéknek is ez a krisnásoknak. Igen, a Krisna hívőknek a istene. Ó, mindjárt
hatos. Ez csak egy ilyen permanent, perkament könyv. Azok meg itt ilyen fényképek. Itt egy ilyen, nem tudom. Nem, az nem arra van. Van olyan, ami ilyen sétáló. Ezzel sétálnak, de nem csak a hegymászásnál, hanem bárhol. Ez ilyen séta volt. Hát lehet, hogy ilyen sétatúráról ugrott be egyet pihenni. Ez még mindig India. Ja, itt van az az elefánt fejű isten. Nem. Akkor ez milyen fejű? Azt hittem az elefánt. De elefánt füle van. Nem tudom milyen. Majom fej. Igen, monkey god. Ez a... Mi az? Mi az a monkey? Majom, majom isten. Na, elfelejtettem. Bocsánat. Elfelejtettem a szót. Jó, bocsánat. Kihagy az agyam. Bocsánat, korral járt. Jaj, de szép ez a könyv. Oké, most már Kínában vagyunk. Kínai részen. Ez a hajó, ez nagyon tök jó. Vannak a porcelánok, a híres kínai porcelánok. Minket ugye ezt nézzétek meg, ez de szép. Ez egy óra, asztali óra. Azt meg ne kérdezzétek, hogyan működik, de nagyon jó. Ez pedig egy fekete csizma, ez egy katonai csizma és egy katonai formaruha, egyenruha. És itt vannak még porcelánok, amit látjátok, még több porcelán. És itt van egy ilyen zöld fejű, nem tudom ki ez. Ó, ő a... Pokol. Ezt képet csinál. Bocsánat, közben itt csinálnak egy képet. Szóval... Ő a pokolnak a bírája. Azt írja itt a kis... Itt vannak ilyen szobrok. Nagyon jó, itt van... Jaj, nézd a kis disznó... Jaj, hát nézzétek meg ezeket, nagyon cukik! Disznó, nyuszi, bárány... Igen, haladtak. Ez, nem, ez, de ez a modellezi a kaját. Igen, igen. Igen, azért... Ez kaját modellez. Azt mondom, hogy tök cuki. Itt ilyen... épületek... otthoni dolgok, tálak, dobozok. Na, te ki vagy? Ő egy pasi? Pasi? A helynek. Őnek is, ő is a pokolnak a bírája. És ő pedig kicsoda? Ő pedig a háború istene. És ő? Ez ő. Buddhista kocsony. Ja, de. Azt tudom, ilyen buddhista szobrok. Nem tudom. Nem.
elég nehéz, mert nagyon-nagyon sok információ van. Ezek de jók, ide néz, ez fényképezve, ez nagyon jó. Júj, ezek nagyon tetszenek, bocsi. Arrébb megyek. Na, most ezt a részt befejezem, mert nagyon-nagyon sok. Ez pedig a pokolnak a királya. Hát, remélem, hogy még lesz tárhelyem. Kell, hogy legyen. Mert szeretnék nektek mindenfélét megmutatni. Mert még nagyon-nagyon kis részt jártunk be. Ez egy váza. Hol tesznek be még mit, azt nem tudom. Ezek ilyen szálló libák. Látjátok, ott szállnak a libák. Igen. Ja igen, itt a decsvetta, nézzétek meg. Nagyon, tényleg. Itt egy, ez egy kapu. Egy ilyen... És akkor itt bent meg a... Ó, oh, itt vannak a legyezők, csak nincsen. De jó. Legyezők vannak. Ez egy abla... Ó, oh, ez nagyon jó. És itt pedig egy férfi szobája. Mert olvastam. Látjátok? És ott... Ott van az a matrac, vagy nem tudom mi, az az ágy ott szembe. És látjátok, ilyen pici bútorok vannak, és nincsen szőnyeg. És azért, mert Japánban és Koreában úgy hiszik, hogy a bútoroknak is van lelke. És ezért például nem is ülnek széken, meg nem használnak szőnyeget. Ezt úgy olvastam, hogyha nem igaz, akkor bocsánatot kértek. Ez egy ház modellje. Most megyünk Japánba. Nem fogok tudni mindent megmutatni a múzeumban, de érdemes ellátogatni komolyan. Itt van. Igen. Nem látom, esővetük. Esővetük. Esőszámok, te. Ez milyen jó, már nézd meg. Ez egy teaház. Nézzétek meg, nagyon jó néz ki. Ez egy teaház. Nagyon jó. Ó, tegyél már ez egy olyan kis szóró füzetet. Jaj, ott szembe azt tetszik, nézd, a, ez mi? Nézd, ez például micsoda? Szamuráj. Minek mondják? Minek mondják, amit a lovagok hordanak? Tudod, ez a páncél, szamuráj páncél. Nem jutott eszembe a szó. És itt vannak, nézd meg a, nézzétek meg a felszerelése a szamurájnak. Nagyon jó. Itt vannak porcelánok.
festmények, papírus tekercs, szép váza. Remélem, hogy el fogok jutni egyszer Japánba, nagyon szeretnék. Nagyon-nagyon szeretnék. Ja, itt van egy japán gés, ez nekem nagyon tetszik. Ez olyan, mint egy pisztoly. Ez egy pisztoly, vagy mi lehet ez? Nem, ez egy papír. Ez egy, de mit csinálnak vele? Mik azok a izék? Nem tudom, hogy lehet használni. Ilyen báb. Egy tiltőny báb. Ja, én azt hittem valami fegyverféleség, bocsánat. Na, ez pedig egy kimono. Nagyon szép. Most megyünk Etiópiába és Egyiptomba. Mindenki itt van. Rengeteg ember van ebben a szobában. Ó, itt vannak az... Jaj, itt a szarkofág, nézd el! Liza! Itt a szarkofág. Ez. Itt vannak ilyen kis szobrok, ahol ugye a fáraók vannak ábrázolva. Ó, itt is, nézd! Liza! Ez a szarkofág is. Arra is mindjárt megyünk. Itt ez, nézd meg! Ó, nagyon jó! Ez már itt eléggé meg... Nézzétek meg! Mind egyiptomi. Itt vannak koponyák. Jaj, és ezek igazi koponyák ám, nem csak ilyen. Meg lábszárcson, gerincs, ilyen csontok. Gyerek, jaj, muti, wait. Tényleg ez egy bébi. Young child. Ó, ez egy időszámításunk előtt 945-716. Ő neki valami genetikai betegsége volt a csontjainak. És ez ebbe is halt meg. És ezért ilyen nagyon sok törés, meg deformáció van a csontjain. Milyen rövid nézünk ki belőle? Hát igen, ezek a csontjaink. Igen. Ezek itt ilyen csípőcsont. Itt ez egy doboz, fadoboz. Itt egy szarkofág. Körbemegyek. Nagyon sok szarkofág. Itt vannak a szobrok. Ugye a Ramszesz és 9. Ramszesz és első Ramszesz. A jobb oldali első és a bal oldali 9. Ramszesznek a szobra van itt. Jaj, azok a hajók, de jók. Nézd, vagyis az a hajó. Na, menjünk a következő terembe. Ja, erre. Erre meg. Ja. Gyere.
ezt a részt még meg kell mutatnom, mert ez nagyon. Én imádom az egyiptomi kultúrát egyébként. Mondjuk szerencsés vagyok, hogy nem abba éltem. Itt egy múmia. Ugye ebben van. Balzsam az ebben van. Még egyet mutatok nektek. Ide nézzetek, itt egy másik múmia. Ez egy férfinek a múmiája. Jaj, mennyi minden van itt. Halljátok, még egy múmia, ez egy nő. És itt a koporsó, nézzétek meg. Ez egy fiatal bikának a múmiája. Mind a kettő, tehát még állatokat is mumifikáltak, de érdekes. Nagyon érdekes. Én ezt nem tudtam, hogy még állatokat is ilyen újszülött állatot be mumifikálni. Nagyon érdekes. Nézzétek meg. Itt vannak ugye. Ez Taminis, Taminis Speminis lánya, aki nem tudom ki volt. Ez egy ismeretlen nőnek a sarkofágja, ez meg egy... Ez egy férfi, nem tudom, neve nincs. Aha, igen, még a kis borjukat is bemumifikálták, hallod? Igen, itt benne, igen, benne. Igen, az. Nagyon durva. Itt ilyen használati tárgyak vannak. Ilyen különböző festmények, de ezeket általában a történelemből is ismerjük. Hogy nagyon sok ilyen festményt csináltak, ilyen feskókat, vagy nem tudom minek mondják. Ez mi? Jaha! Milyen volt a kar, de jó. Érkeztünk Dél-Arábiába. Ó, de jó ez, nézd a... Babilon. Van egy. Nebukadnezár. Babilon. És ott a kapunak egy ilyen... Ennek a kapunak egy része. Ez a oroszlán. Nagyon jó. Nagyon jó ez a kiállítás, nem csak mindent megmutatni. Hát több órás lenne ez a videó, ha nem mutatnék mindent. Szóval egy kis részét tudom megmutatni, remélem, hogy élvezitek. Mi nagyon élvezük egyébként. Ezek szerintem ilyen
Hárfát. Igen. Ez a királynőnek a ilyen hátfája. Most hatalmas a múzeum, és még csak egy kis részét jártuk be. Nagyon sok gyerekcsoporttal találkoztunk egyébként, ami szerintem fontos, mert megismerik a kicsit a kultúrát. Milyen vállalom vesz össze? Tényleg sem értem, mert nincs egy kisbabákat elvinni ilyen múzeumokban, ilyenekben. De nem emlékezem, mert hány is emlékszem valamit. Persze. Ha hol emlékeznél, a pedig... Emlékszem meg a valami festmény, hogy valaki vitte valaki fejét. A keresztelő Szent János. De úgy más nem? Nem igen. Emlékszem, mi volt a vaktigában. Persze. Pedig már nagyobb voltál, de mégse. Igen. Megérkeztünk Észak-Amerikába. Még mindig onnan vagyunk. Nem baj. Akkor is Észak-Amerikába érkeztünk a múzeumba. Nézzétek meg. És ugye itt van az indián kultúra, az őslakos kultúra, úgy mondom. Az amerikai őslakosok. Ez mi? Szán? Szánkó. Ez ilyen szánnak néz ki a... Mondom, erre még nem voltunk. Arra se voltunk. Szerintem nem. Tudom. Szerintem... De igen, itt kezdtünk, csak nem erre jöttünk szerintem. Igen, itt kezdhettünk. Igen, itt kezdtünk. Igen. Szóval akkor el is köszönök. Remélem tetszett ez a videó nektek. És kedvet kaptatok arra, hogy megnézzétek ezt a múzeumot. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett. Akkor dobjatok egy lájkot. Hello! Iratkozzatok fel a csatornánkra. Ne menjél el! Nem végez! This video, igen, we make a video. Igen. Szóval dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a következő videónkról. Sziasztok!